próbáljuk meg. Polgármester úr, próbáljuk meg. Hát ha. Kezdjük? Próbáljuk meg. Köszönöm. Kérdeztem. Nem, kérek, akkor a napi rendi pontunkat folytatjuk. Mondd meg akkor te. Szavaztunk valaki? Szavaztunk. Szavaztunk, de szavazunk akkor még egyszer a napirendről, mert nem szavaztunk, most döntünk a napirendről. Meg is tudtam az első napirendről. Most már 16 egyhangú Párpazdi József elnökül is meg a tűzözzön. A 16 egyhangú szavazatra elfogadott a napirendet, megnyitom az első napirendi pontot. 247-es számú előterjesztést mellékletekkel együtt megtalálják az anyagban. Javaslat a Csepel Sportklub alapítványi megállapodás jóváhagyására. Előterjesztő én vagyok, kiegészíteni való nincs, kérdések következnek. Dobák István képviselő úr, kérdés. Köszönöm a szót, polgármester úr. Szeretettel köszöntök mindenkit az 50. rendkívüli képviselőtestületi ülésen. Három kérdésem lenne. Az alapítvány kuratóriuma ismeri-e a javaslat, személy szerint kivel, kikkel tárgyalta az alapítványi vezetői közül? Második kérdésem. Az alapítvány vagyonának változása, módosítása tudomásom szerint bírósági hatáskörbe tartozik. Mi lesz, ha a bíróság esetleg nem hagyja jóvá az alapítvány ilyen szétdarabolását? Harmadik kérdésem. Amennyiben létrejönne az üzlet, ez a 371 milliós, 297 plusz áfa, miből fizeti, milyen keretből fizeti az önkormányzat, és mivel a tulajdon rengeteg kötelezettséggel jár, mennyibe fog kerülni évente az átvett vagyon karbantartása, felújítása, működtetése? Köszönöm szépen! Köszönöm a szót, polgármester úr! Nekem az lenne a kérdésem, hogy hogyan kell értelmezni, hogy a határozati javaslatban leírják azt, hogy ingyen átveszi az önkormányzat, tulajdonba veszi, és utána van egy tulajdonjog átruházási előszerződés, ami ugye még nem jelent semmit konkrétan, és abban pedig, ha jól számoltuk, akkor 337 millió 500 ezer forintért fogjuk ezt megvenni. Ezt hogyan kell értelmezni? Ugye a Csepel SC labdarúgó stadionja környékén le a bír birkózó, nehéz atlétikai csarnok. A birkózó klub megint hál' Istennek előtérbe került, és ennek nagyon örülök. Ez meg szeretném kérdezni, ez minek köszönhető, és ki a birkózó klubnak az elnöke, és hogy a többi klubot miért nem tudjuk hasonló módon segíteni és támogatni. Köszönöm. Van egy kérdés, kérdéseket lezárjuk. Köszönöm szépen, válaszolok minden kérdésre, csak előbb egy teoretikus problémát szeretném megmondani. Én azt látom, hogy nem változtak önök semmit. És hogyha október 12-én szegény Csepel úgy döntene, hogy önök vezessék ezt a kerületet, akkor ugyanakkor talán 2010-ben abba hagytuk. Ez a helyzet. Ugye az... Sikerült beállítani? Igen, köszönöm. Köszönjük szépen. Nos, tehát ugye azért az nem ütközött akadályba elmondani ezeket a kérdéseket akkor, amikor nekem még van 5 napom a polgármesterségből, és olyan előterjesztést küldtem ide a testület elé, vagy hoztam ide, készítettem el. Az előterjesztést mióta csináljuk, Dóra? Mióta csináljuk ezt az előterjesztést? Tárgyalásokkal? Legalább egy éve, nem több. Legalább egy éve a tárgyalásokkal, ha nem több. Ez több. Ez azóta több, amióta 2011-ben úgy döntött az ügyészség, hogy nem tudunk az alapítvánnyal más módon együttműködni, csak ha megállapodunk. Ezt készítettük elő, ezzel Csepel vagyona gyarapodni fog, kedves elvtársak. Nem pedig csökkenni, mint hogy itt hagyták az elmúlt 4 évben. 10,2 milliárdos vagyonvesztést okoztak önök ennek a kerületnek. Örüljenek, hogy olyan ügyészsége van a kerületnek, hogy nem kopogtatott be még sehova. Pedig szerintem kellett volna. 3,8 milliárdos folyófizetési mérlet hiányzottak itt. Ez a helyzet. És akkor fölteszik ezeket a kérdéseket, hogy a kuratóriummal kivel egyeztettünk.
Érdekel itt valakit, hogy kivel egyeztetünk a kuratóriummal? Mindenkivel, aki számít. Akinek áttetszettek adni a tulajdonjogot 2005-ben, Fodolák Elvtárs, Avarkeszi Elvtárs, Tóth Elvtárs. Ők hárman. Velük egyeztettünk, barátaim. Ez a helyzet. Mert velük kellett egyeztetnünk. És én nem is azokat az embereket hibáztatom, akik ezt az ingyen vagyont megkapták. Kapitalizmus van, mindenki azt nyúl le, amit akar, ugye? Hanem azokat, akik erre lehetőséget adtak. És itt ültél, István, te is, akkor, amikor én ezzel ellentétes előterjesztést terjesztettem be. És itt vigyorgott mindenki, levették napirendről, és jóvá hagyták, hogy a Podolák odaadhassa 2005-ben ennek az offshore cégnek, a Csésziget Investnek a teljes tulajdonjogát. Mind a három maradék ingatlan tulajdonjogát. Amit az előző, azt megelőző 20 évben szerte szétloptak. Volt itt más is még a portfólióban, csak már az eltűnt. Ez a helyzet, emberek. És akkor megkapom ezeket a kérdéseket, hogy mi lesz, hogy milyen nagy probléma lesz, ha lesz tulajdonunk, és akkor avval jár kötelem is. Emlékszel István, hogy ezt már föltettétek ezt a kérdést nekem akkor, amikor átjátszottátok az akkori belügyminiszterrel együtt Csepel vagyonát, mert én azt mondom, hogy az Csepel vagyona volt az MTK elvezős telepen. Emlékszel erre? Én terjesztettem elő itt képviselőként, mindent megcsináltam, amit ennek a hivatalnak meg kellett volna csinálni az anyaghoz. Akkor is vigyorogtatok, leszavaztatok, majd megadtátok a lehetőséget arra, hogy Barát Etele úr, aki akkor államtitkár volt, aki a Kajakkenu Szövetség elnöke ma is, aki tanácsadója volt a polgármesternek egy kaza a pénzért, akinek az alpolgármester titkárság vezetője volt a miniszterelnöki hivatalban, az lehetőséget kapjon arra, hogy megkapja a vonóval, szerintem a jogszabály ellenére. Mert a jogszabály nem erről szólt 2004-ben, hanem arról szólt, hogy minden sportfólió KHT tulajdonában lévő, vagy állami tulajdonban lévő sportingatlan, ha az illetékes kerület vállaljon 15 évig sportcélú módon fogja felhasználni, akkor a kerület tulajdonába mehet. Erről szólt. És ezt másfél évig negligálta mindenki. Másfél évig. Ennél az asztalnál. Majd az Endrődi Pistával lemásoltattátok az előterjesztésemet, ott van egyébként, meg lehet nézni a levéltári anyagban, lemásoltattátok, még ott van a nevem, még arra sem volt senki, hogy a fax számokat eltüntesse róla, és akkor behoztátok ide, és tudomásul kellett venni, hogy sajnos nincs más helyzet. Az önkormányzat nem juthat hozzá ahhoz a kisdunaparti milliárdos értékű ingatlanhoz. Ugyanezt történt ebben. És itt még én azt gondolom, hogy persze nyilván mindenkinek, minden képviselőnek jár a kérdezés joga, de ilyen kérdéseket föltenni. Hát miért nem azt kérdeztétek, hogy miért csak ennyit szereztek meg ebből? Ezt én biztos megkérdeztem volna, hogy mit csináltatok 4 évig? Csak ennyit tudtok megszerezni az alapítványtól? Ennyit tudunk, mert erre voltunk rákényszerítve. Én az egészet akartam megszerezni. Mégpedig Csepelnek, a csepeli önkormányzatnak, a csepelieknek. Önkormányzati tulajdonban. Nem magántulajdonban, nem alapítványi tulajdonban, nem mindenben, ami egyébként kizárólag a PTK alapján működik, hanem közösségi tulajdonban, közösségi döntéshez. Ezt tettem eddig. Nézzétek meg, hogy mennyivel nőtt ennek a kerületnek a vagyona. Hány ingatlan szereztünk vissza? Vagy visszavásárlással, vagy megvásárlással, vagy az államtól való visszaigényléssel. Minden formát használtunk. És aki most október 13-án polgármester lesz, az nem olyan helyzetbe kapja meg ezt az önkormányzatot, mint amilyenben én átvettem. Én azt hittem karácsonyig, hogy megbolondulok. Azon törtem a fejem, hogy itt hagyom az egészet, mert rettenetes helyzet volt. És ezt pontosan tudjátok. Ugyanaz a tudásotok, mint nekem. Ugyanaz a tudásotok. Tehát szerintem kár ezt eljátszani. Így utoljára. Kár eljátszani. A kuratóriumban mindenkivel tárgyaltunk, akivel lehetett. Mindenkivel. Ennek a kuratóriumnak van egy elnöke, és az elnökével meg lehetett állapozni mindenben. Az alapítvány vagyon módosítása, az legyen az alapítvány dolga. Szerintem pedig lehet. Ha meg lehet azt csinálni, hogy egy alapítvány vagyonára 8 millió eurós jelzálogot tesznek, úgyhogy a közgyűlés erről nem tud. Rajta van még? 8 millió eurós jelzálogot tesznek. Rajta van még? Éveken keresztül, akkor bármit meg lehet tenni. Én elhiszem, Krisztián, hogy neked fáj ez a történet, mert te az alapítvány embere vagy, az is voltál mindig, most is az ő kiárójuk vagy.
Egyértelmű. De azt hiszem ez a világ... Most akkor barátunk az alapítvány, vagy nem? Nem barátunk nem az barátunk. Alapítvány, hanem szerződőtársunk az alapítvány. Helyes. De ezt nagyon jól tudják az alapítványnál is. Miből fizeti az önkormányzat? Semmiből. Ingyenes vagyonátadásról van szó. Ez a helyzet. Itt szerintem áfa befizetés fordulhat elő, ha jól gondolom, ugye? Áfa befizetés az előfordulhat ebben a tekintetben, ami minket kötelezhet. Akkor ez sem történik. Jó. A tulajdonosi kötelezettségeket meg a 13. képviselőtestület azt gondolom, hogy jóvá fogja adni. 13-án megválasztott képviselőtestület dönthet úgy is, hogy elállettől a szerződéstől. Én szimbolikusnak gondoltam, hogy utoljára még behozom ezt a szerződést. Meglátjuk, mi lesz. Közjegyző előtt kötjük meg Krisztián a szerződést. Közjegyző előtt fogjuk megkötni a szerződést. És szerintem nagyon jól jár Csepeli a kormányzat ebben az egészen. Köszönöm szépen a hozzászólásot következik. Polgármester úr, megmondom őszintén, hogy furcsa dolog az, hogy ilyen feszülten, idegesen válaszolt ezekre a kérdésekre. Én úgy ítélem meg, hogy egy rendkívüli képviselőtestületi ülésen tárgyaljuk meg ezt a Csepel számára rendkívül fontos kérdést. És pénteken délután kapunk egy üzenetet, hogy hétfőn reggel 7 órakor jövünk. Senkivel nem tudtunk beszélni. Szakmailag mi nem vagyunk annyira felkészültek, hogy legalább néhány emberrel ne közöljük, hogy mit tervez az önkormányzat. Én megbízom önbe, tehát ön is bízom meg bennem, hogy én úgy akarok dönteni, hogy minden szempontból az esküvnek megfelelően tudjak ebbe a kérdésbe dönteni. Egyetlen egy csepeli állampolgárt nem tudtunk megkérdezni, mert az anyag egy része kerül csak fel. Hát honnan tudnánk azt, hogy rendkívül a Csepeli Infót mindenki olvassa? És ez meg alapvetően befolyásolja a csepeli emberek életét. Persze, évekig ön azt mondta, hogy offshore lovagokkal nem tárgyal. Most tárgyalunk mégis az offshore lovagokkal. Egyszer offshore, egyszer nem offshore. Persze, Csepel számára ez nagyon értékes terület, nagyon fontos, életminőséget változtat, értékessé teszi Csepelt. Én megértem ezt természetesen. Egyébként számomra teljes mértékben érthetetlen a alapítvány kuratóriumának hozzáállása, mert szétdarabolják ezt a egységes vagyont. Hát persze jó lesz a birkózóknak, jó lesz ennek, annak, de egységesen nem lesz jó mindenkinek ez a szerződés tervezet. Én megmondom őszintén, hogy valamiféle olyan érzésem van, minthogyha azt az eszelős gondolatot próbálnánk megvalósítani, hogy itt valaha Magyarországon olimpia legyen. Én azt mondom, hogy ez tényleg eszelős gondolat, mert ez az ország képtelen megrendezni. Mondjuk meg őszintén, képtelen, rengeteg pénzbe fog kerülni, hiába van Csepel északon olyan lehetőség, hogy ott lehetne olimpiai falut csinálni, de tessenek átgondolni, hogy Görögország ebbe roppant bele, ebbe az úgynevezett erőltetett olimpiába, és Orbán Viktornak a véleményét meg nyilatkozatait hallgatva ilyen tendenciát érzek az elkövetkező időben. Lehet, hogy ez része ennek az elgondolásnak, amit én nem tartok jónak, de ez az én véleményem. Megkaptuk ezt a főépítészi tájékoztatót. Én szerintem a főépítész nem tájékoztat, hanem véleményt mond. A véleményét meg itt olvashatjuk, amiből szeretnék a jegyzőkönyv miatt idézni. Az ingatlanokon tervezett fejlesztések több előfeltétel együttes teljesülése szükséges. A kerületi szabályozási tervek elfogadásának feltétele a fővárosi rendezési terveknek való megfelelés. A fővárosi tervek elfogadása a törvény szabta határidejéig 2014. június 30-ig nem történt meg. Az új fővárosi tervek elfogadásáig sajátos jogi helyzet állt elő, miszerint új kerületi szabályozási terveket alkalmazható fővárosi terv hiány nem lehet elfogadni. Az új KST készítése tehát szükséges erre a területre. A KST készítése során kormányrendeletben előírt partnerségi egyeztetés szükséges.
Ez a KT 2013-28-as október 3-ai döntése. Önkormányzati rendelet szerint tehát felhívom a figyelmet arra, hogy a fejlesztési célok megvalósulása okozta környezetterhelés növekedés miatt lakossági érdekegyeztető fórumok megtartása is szükség lehet civil szervezetekkel. Hát a civileket azért jól lenne tiszteletbe tartani, ami az eljárás idejét meghosszabbítja. A megismert fejlesztési célok megvalósításához szükséges szabályrendszer megfogalmazásához fővárosi egyetértés szükséges. Én megmondom őszintén, hogy a fentiek alapján nem tudom elfogadni az előterjesztést, és tartalmában is alkalmatlannak tartom a tárgyalásra. Nem beszélve a lakossággal, az itt élőkkel történő egyeztetésre, nem lehet rendkívüli képviselet testület ülésen ilyen átfogó, egész Csepel életét meghatározó anyagból dönteni ilyen rövid idő alatt. Ezért én személy szerint nem tudom elfogadni ezt az előterjesztést. Köszönöm szépen! Köszönöm a szót, polgármester úr! Ott kezdeném, hogy ...1989. december 31-én megszűnt a gyár, és akkor létrehozták a Csepel SC alapítványt. Tehát azt gondolom, a rendszerváltásban kell keresni a hibát, hogy nem megfelelően folytatták le. Ez így van. Nekem sokkal jobban tetszene az, hogyha kedves polgármester úrral vetve közösen küzdenénk a csepeli sportért. Nem azt néznénk, hogy hogy lehet a másik oldalival kiszúrni, finomanva. Tehát szomorú, hogy emlékszem, Bolvé Lénárd a sportgálákra szeretettel eljöttek, én tisztelettel meghívtam önöket. Önök nem ezt ígérték nekünk akkor csepeli sportolóknak. Azt ígérték, hogy hova tartozás nélkül fogják támogatni a csepeli sportot. Ehhez mi történt? Változtatási tilalmat rendeltek erre, értéknövelő beruházást nem lehetett tenni, holott az egész országban épült és fejlődött a sportélet. Önök meggátoltak mindent, pedig önöké az ország, a főváros, a kerület, minden eszközük megvan ahhoz, hogy segítsék a csepeli sportot. De adjuk ezt, inkább tekintsük előre. Én is szeretném azt, hogy a következő testület megoldja ezt a feladatot. Egy nagy és nagy, szép kihívás, amit ha igaz, amit itt írtak, akkor ingyen vissza lehet kapni. És polgármester úr, nem kérdésben, hanem módosításban szeretném öntől kérni, hogy ingyen, ne csak a nehéz atlétikai csarnokot, ne csak az evezős telepet, hanem vegyük vissza a kajakkenu telepet, ingyen, ahogy önök mondják, vegyük vissza a labdarúgó és atlétikai stadion, hogy az öktusázók, a labdarúgó, az atléták ugyanolyan jó komfortérzettel legyenek, mint a birkózók, amelynek ön az elnöke, és ebben semmi problémám nincs, meg fogja látni, hogy ha változik itt a helyzet, akkor én önt segíteni fogom a munkájában, nem gátolni. Mindenképpen. Ez azt gondolom a Csepel érdeke, és nem a egymás elleni személyes ellentét, vagy hovatartozás ellentétet.